mai videóban ismételten 5 darab kört fogunk lejátszani, és minden egyes kör győztese választhat a shopból egy offert, amit megvásárolok neki most azonnal. Itt van Bence 30, és ahogy láthatjátok, ő is nyerhet egyébként, de hát valószínűleg nem fog. Dehogy is nem. És már készítem is az első partit elfele. 32-es 3 roundos menetek lesznek, és mindegyik roundban elimination pályák lesznek majd. A Barbie Dream Dash az nem lesz, a Block Dash sem, mert helyette van az Endless, illetve annyit változtunk még, hogy ez nem lesz, mert Bombardmentből elég egy, és Space Drawból pedig a sima van. Na készítem is az első lobbyt, srácok, Vence 30 fogadja el az invite-ot, és lehet is jönni. Mindenki tisztában van remélhetőleg a szabályokkal, a speciális emóták tilosak, ugye a múltkori videóhoz hasonlóan, volt már egy hasonló videóm az előző ilyen táborban is amúgy. Aki esetleg lemaradt volna, az ibetűre kattintva azt is meg tudjátok nézni. Voltak ott nagyon izgalmas és nagyon durva pillanatok, remélhetőleg most is lesznek, meg is vagyunk 32-en, úgyhogy indítom is a francba az első mérkőzést. És a Rush Hour az első kör. Isten. Azért 32 nem a világ legjobb dolga egy Rush Hour pálya, de hát most ez fog következni. Ugye speciális emótákat nem szabad használni, viszont a taunt animáció az majd lehet, hogy szükséges lesz mindenféleképpen. Vence 30 már most használja a tauntokat. Vence 30 már ezeken az óriási platformokon is így átugrik, és így taunt, mint hogyha muszáj lenne. És ha valaki kölg, akkor mit kell mondani? Fulladj meg! Na, 5 ember már le is esett sajnálatos módon, vagyis hát nyilván szomorú hír ez, hogy leesnek az emberek, de hát egy idő után muszáj valakinek leesnie. Ez a lényege a pályának, oké. Okay. Ne! Vence 30 mit csinál? Leesik a bánatba ő mit is. Mit művelek? Úristen. A múltkorival ellentétben Vence 30 is most már kontrollerre van, neki is van most itt egy laptopja. Úgyhogy Vence 30 amúgy jó kontrollerre, de ezt most senki nem látta egyébként. Kivágjuk. Persze, fiam. Na, 11 per 16, most már igazán leeshetnének még páran, már bocsi srácok, de azért most már tovább jutnék igazán szívesen. 2 ember még, 1 ember még, aki ki fog esni, és ott is van! Honey drop a második körben, ez a múltkor is meggyűlt a bajunk azért. Úristen. De ez még jobb, mint a döntőben lenne, mert itt még azt gondolom, hogy tovább tudok rajta jutni, tehát hogy itt még azért el tudok ficegni annyira, hogy ne legyek benne a 8 kiesőben, mert még mindig a legmagasabb szinten vagyok, ami nagyon jó dolog, de most, hogyha aha, befele ugorjunk azért, ha lehet kérni. Bazd meg. Nyugodtan itt. Jogi tesó. Nem kell futni. De futni kell, meg kiukasztani, mert mindenki föntebb van. Nem, amúgy nem futok, én nem vagyok ilyen futós ember itt ezen a honey droppon. Nagyon jó. Vannak, akik nagyon futnak. Nagyon futkároznak, én figyelj, én el vagyok itt csillesbe. Most itt szél, erre. Szél. Ide, nagyon jó, és itt pedig már alattam vannak is a több továbbiak. De nézd meg, itt jönnek futva természetesen, szóval ez így még jó. Ezeket megszivatod, ne, másik nyugi, 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 tesó! 6 per 8-nál ilyenkor már el lehet szépen elnyújtott vetődéssel ugrani, valószínűleg, hogy le fognak esni. Nem büszkékenek, mert most mondom, hogy ez milyen jó taktika volt, de jó nagy hülyeség volt egyébként, de bevált, és Space Drop a döntőbe. Azt mondom, ezen van esélyem egyébként. Hát ez egy érdekes döntő lesz. Én választani fogom a 700 forintért a legolcsóbb offert. Megkímeljem a pénztárcámat, úgyis lesznek még itt valószínűleg drága választások, viszont... Hát ez jó lenne, ha megnyernéd amúgy. Egy ember már is leesett a döntőben, na jó lenne nekünk azért nem elszarni, ez oké. Okay. Így nézem így nagyon, hogy biztos ne essek mellé amúgy a blokknak. Feljövünk ide. És itt jöhet egy újabb jumped. Még talán platform is. Hát itt már nem nagyon van, ott még van platform, de ennél magasabban már nincsen platform egyáltalán. Jó, gyerünk srácok, az még jó, az HTG szem után még szépen rápattanunk, nagyon jó. És arra elérünk így. Jó. De szép. Gyönyörű. Valaki ott nagyon zuhan proteinet, azt sajnálom, de azt már szerintem nem mented meg sehogyan se. Hogy az Istenbe mentette meg a Pali? Azt mondja, ügyesen. Egyelőre még mindig csak hárman esnek ki, ketten viszonylag gyorsan az elején, viszont a harmadik player óta azért elég sok idő eltelt, most már akik bent vannak, ők szerintem egészen jók, jól játszanak. Nyugi tesó, én nagyon-nagyon jó vagyok, ne aggódjál egy percig se. Space Drop-ban, igen. Az ott úgy jó is tauntal. Hú, na most lesz arra egy kicsit a palacsintában. Benetro, oda még hagyugorjak rá, jó? 5 per 7 már a szituáció. Közben. Ott van még egy trambulin, az nagyon gyerünk jó. Egy trambulin! Jaj, de jó vagyok! És itt van még egy trambulin. Ez elérsz odáig. Jó! Egy valaki meghalt, 1v1! Ketten vagyunk! Ketten vagyunk! Oda muszáj vetődni, az a baj. És nem lehet már hova! És jó, nem lehet már hova! Gyerünk! Jó! Let's go! Első kör, srácok! Gratulálunk, Hunter! Nagyon jól játszottál, te nagyon jó vagy, játékos vagy, ügyes vagy nagyon. Most választhatsz egy offert saját magadnak. Hát ez van, srácok, hát ez egy nagyon jó kör volt. GG, Hunter, még egyszer gratulálunk, nagyon ügyes voltál. Na most akkor nézzük, melyiket választhatsz innen is. A mega offert. Te még a mega offert is választhatod egyébként, de nem fogod. Tudod, mit fogok választani?
tesó, a weboldalról is lehet ugye választani, és a 15 ingyenes beesbookszát. Úgyhogy GG, még egyszer magamnak nagyon-nagyon gratulálunk, magamnak nagyon jó voltam. Megkaptam 15 darab beesbookszát, zseniális offer. És megír Rushour! Most ugyanaz a taktika, mint az előbb, az teljesen jól bevált, itt szépen csillesen, nyugodtan itt el vagyunk. Na most van baj. Most van, jaj, ne tesó, anyád azért! Hogy éltem ezt túl, te jó ég? Hát, ha már is leestek, azért itt esegetnek le szépen a playerek. Próbálok minél előrébb menni, hogy ne emberkedjen itt senki ide bele a pofámba. Emberek több, mint a fele már megint csak kiesett. Ezt ugord át? Nagyon jó. Oda meg Taunt. 13 per 16 már, miközben kimondom. Három embernek kell már csak leesnie. És már csak egynek! Gyerünk srácok, valaki nyugodtan elronthatja, én nem fogom azért elsírni magam. És ott is már! Ott is van most mind a kettőnek Vence 30-al a második kör. A múltkor videóban megszóltátok azt, hogy én mindig kiesek az első körben. Közben kifakad mindenki, hogy megint Honey Drop van egyébként. Nem restartoltam, most csak pont véletlenül megint ez dobta be. Akkor a videóban erre panaszkodtatok, hogy én mennyire szar vagyok, és hogy mindig kiesek, úgyhogy most összeszedem magam, srácok. Első kör victory, második kör ismételten döntőbe jutás lehet. Legalsó szintre zuhantam le sajnos, itt viszont stabilan kellene tartani bőven egy csomó ideig a frontot, hogyha nem akarok kiesni a francba. Ketten már kiestek, nagyon jó. Ne utolsónak! De rossz volt ez a Honeydrop most, fúj! Nagyon rossz volt ez most. Viszont most már legalább biztosan fog valaki offert nyerni, kivéve ha egyszer esnek le és senki nem nyer, de hát olyan egyszer történt szerintem a világ történelemben. Na nézzük, egy valaki már le is esett, top 6 szituáció, itt van Bennett Pro, HTG member, Csvi, Noel, Sam, Oli és Dávid. Hajrá srácok, még azért sok idő van, vetődik, ajj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 
de azért még viszonylag alul van. Leesett megint valaki ott a háttérben. Én nem erre ugrottam volna. Dávid is leesik, és ketten maradtak Bennett Pro és Member. De nem, Oli is itt van. Member és Oli maradtak ketten, és Oli behúzza, ha jól láttam. GG, gratulálunk a győzelemhez, jól játszottál, szép volt. Szép munka. És akkor itt vagyunk a shopba, illetve a weboldalat is nyugodtan megnézheted, válasz egy tetszőleges offert, amit csak szeretnél. Ez a web offer lesz az, amit választott. 2100 drága kő, azaz gem, és 5500 vadállat dollár, ami ugye a Beast token, vagy mi a búbánat. Mi pedig már megyünk is tovább a harmadik körre, ahol reméljük, hogy nem ugyanezek a pályák lesznek egyébként. És most már végre egy új pálya, Legendary Block Dash érkezik. Na, erre kíváncsi leszek, erre aztán kíváncsi leszek. Figyelj! Ne! Már öten kiestek, viszont itt azért nyilván lassabban jönnek a kiesők, mint mondjuk egy Rusherbe vagy Honey Dropba. De azért türelmesebben kell játszani, és szerintem most fognak még jönni majd a legendári akadályok. Bizony, Vence 30-al föl kéne ezen nagyon szépen pattani, és ott is vagyunk, nagyon jó. Ebben azért már valószínűleg páran kiestek, oda kéne átmenni, és Taunt dob föl. Nagyon szép! Itt ki is esnek az ember. Base drop most a második körben. Na gyerünk, ez aztán tényleg türelemjáték egyébként sok esetben, meg így szemlélni kell a pályát, hogy hova lehet ugrani. Ketten már egyből elrontották. Jussunk már be a döntőbe, tesó. Mindig elveszik előlem, ahova akarok ugrani. Jó? Igen, itt amúgy azt tud idegesítő lenni, hogy elveszik, ahova akarsz ugrani. Nem mondod komolyan, de olyan hülye vagyok, Istenem. Jó, Istenem! Jó! Egy Shark Muda triangle, azt. Azt akarod, Shark Muda? És beadja! Vence 30 kívánság műsora igazzá válik. Shark Muda triangle a döntőben. Gyerünk, Vence 30! Lassan el kéne hagyni a hajót egyébként. Süllyed egy kicsit. Itt van köze Bence Pro is. Csvi is még itt ugrál nagyon szépen. Barney is bent van. Leo is az új Mr. Beast skinnel. Petó is még itt nyomja nagyon durván az új. Szintén az új Mr. Beast lambós skinnel, ugye ami a PES-en volt rajta. Itt van HTG Member is. Még hárman már kiestek viszont. Bence 30 viszont nagyon szépen itt ugrándozik egy előre. Szápa! Jaj! Azt hittem felzabált elibe. Tesó! Petó ott nagyon ficegnek, Vence 30-a, Petó, de Vence 30 inkább itt megnyugszik egyedül, amúgy ez egy jó döntés. Leo is ott ugrál szembe, mint egy hülye. Ott ugrik a cápa megint. Perhetes már a szituáció, Petó, Member és Vence 30 hárman vannak mindösszesen. Member egyelőre nagyon stabil. Member egyelőre nagyon stabil, kicsit megkerüli Vence 30-ot. Nem tudom, hogy ez mi ebben a stratégia, hogy elsőjeszti körülötte a blokkokat. Vence 30 ugyanazon a három blokkon ugrál az egész körben amúgy. Te
lehet, hogy megint... Picági élára fele. Peto is nagyon stabilnak tűnik. Lehet, hogy visszaszámlálás lesz majd a végén. És Peto, Member belelöki Petót a vízbe. Ketten maradnak. Member is Vence 30. Összeütköznek a playerek. Annyira stabil volt mindenki, hogy szinte csak ilyen miatt tudott leesni. Na Member, Member rámegy Vence 30-ra is. Member megköszönti Vence 30-at is. Nézzük, hogy ott le tudja lökni. Jaj, onna hova mész, tesó? Onna hova mész? Jaj! Vence 30, behúzza, ihetetlen, mind a ketten meccset nyerünk Vence 30-szal. Hát elképesztő. Megkéri a sárkúdatriángot Vence 30, és jön is. És jön is abban a pillanatban, Vence 30 a harmadik hopper nyertes egy GG-besen. Már ide is ültem. Mekkora menet. Ezt szeretem. Akkor ez így még jobb egyébként. Úgyhogy GG Vence 30 ott is van a második nyertesünk a harmadik körben, mert ugye az egyik az én voltam tulajdonképpen. Viszont még van két kör, úgyhogy még mindenkinek megvan az esélye. Hajrá, srácok, továbbra is jön is a következő kör. De már megint a space drop, hát megőrülök. Na viszont 32-en ez kicsit érdekesebb lesz, mint a döntőben. Hamarabb el fognak fogyni a blokkok. Több esély van arra, hogy előled pont kiukasztják azt, ami neked kellene egyébként. Az jó még. Ne, tesó, elfogyott a hely. Jaj, ne. Ne utolsónak esek ki. Zuhanunk, vagy 5 ember is pont én esek ki a rohadt életbe. És bombardment, ez se volt még ma legalább végre valami újdonság. És végre valaki legalább tényleg nyerni fog egy offert, aki nem én is, nem Vence 30. Ugye itt mivel nincsen speciális emóta, olyan sok minden nem tudnak csinálni, inkább csak jól helyezkedni, meg próbálni maximum testen letolni a többieket. Itt nagyon tolakodnak a srácok. Na viszont kezd lejárni az idő. Érdekes lesz, ugye? Érdekes lesz itt a vége. Jaj! Valaki lefigyelt. Viszont még mindig 4 játékos van bent, és 40 másodpercnél egy kicsit több idő van hátra. Nagyon kíváncsi leszek, a végén nagyon izgalmas pillanatok lesznek. Ugye a múltkori részben itt volt az, hogy egyszerre haltak meg a játékosok, és nem volt győztes. Reméljük, hogy most az ilyenre nem lesz példa, tehát valakinek tudunk offert vásárolni. Hú, de sokan vannak még, te jó ég, de sokan vannak még. 4 embernek kéne még leesni, és ugye ez nem a döntő. Ott leesik valaki. Ilyen, hogy senki nem nyeri, ilyen tényleg nem fog biztos történni, mert ez még nem a döntő, tehát hogy felfogtam amúgy. Viszont itt, hogy ki fog bejutni, az nagyon kicsin fog múlni, a végén vajon min fog múlni, úristen, 6/8 a szituáció, és Csili még pont leesik, viszont valaki még lefog! Mekkora pillanatok, mennyire kevésen múlt, és 8 játékos nagyon-nagyon picin múlva becsusszan. Döntőbe is Honey Drop a döntő! Na nézzük a döntőt, srácok. Honey Drop már volt, ma viszont döntőben még egyáltalán nem volt. Jaj, most már az alsó szinten van, mindenki kezdenek fogyni a talajok. 4 játékos már kiesett. Peto, Péter, Haver és Leni. 1 milliméteren vannak 4-en, kiugrulok a pályából. Ki fogja megnyerni? És Peto, HTG Peto a végső győztes. Nagyon-nagyon kicsin múl. GG! Emlékeztetek, hogy ő már egy másik videóban is nyert 10 000 gemet, ahol pont, hogy meghalni kellett. Az is jól ment neki, meg de most, amikor nem is kell meghalni, nyerés is jól megy neki. GG, tesó, még egyszer gratulálunk, nagyon jó voltál. A mesztelen, ez legyen, ez nagyon jó. Egy ingyenes, speciális skill 2000 gem, illetve az ölelés emóta is Petónak. GG, még egyszer gratulálunk, jól játszottál, megérdemled. Ez az offer lesz Petóé hamarosan. Na és akkor indul is az utolsó kör, egy darab nyertesünk lesz még ismételten Lego Block Dash. Na gyerünk, srácok, ezt figyeld. Hopp, bazd meg! Hárman estek le mindössze, igen, itt az előző is hasonlóan azért többen bírják jó sokáig. Igen, a legendary akadályoknál majd szerintem már mindenkinek jobban meggyűlik a baja. És már érkeznek is, na ez az, amit én is nagyon utálok. Úristen, mi történik itt? Tesó, én itt be fogom szopni! Második pályás, srácok, bot belsebben úgy nagyon szívesen játszanék, de hát sajnos én már kiestem az utolsó körből, úgyhogy én már nem fog tudni itt játszani. Na nézzük Vence 30-ot! A Taunt-ot nagyon szépen benyomja, illetve itt vannak még jó páran. Sofia, Chili, Lenny, Bennett Pro, Ádám, még jó páran benn vannak. Az olyan játékosok közül, akik itt a tábor során azért nyertek már ilyen tét nélküli versenyeket, ügyesebbek voltak, és simán meg lehet az esélyük arra, hogy nyerjenek valamit. Valaki nagyon kiesett. Szem is lees. 5/7, 2 embernek kell már csak kiesnie, és egy vár valaki kiesett, és Vence 30 pedig bennmarad a döntőben. Peto is bennmarad. Nézzük, hogy lesz olyan játékos, Vence 30 vagy Peto, aki 2 offert is tud nyerni, és Laser Tracer a döntő. Ez nem
Na nézzük, srácok, ezt is azért úgy gondolom, hogy érezni fogják a srácok, szóval nem fognak az első pillanatban lezuhanni, meg belemenni a lézerbe. Megy is már majdnem egy perc a játék, és még egy darab ember sem esett ki. Mert utolsó kör, mindenki nagyon rá van fókuszálva, mindenki nagyon szeretne offert nyerni, egy csomóan már ki is gondolták azt, hogy vajon mit fognak választani. Mindenki próbál a lehető legjobban játszani, közben Vence 30 valamit nagyon-nagyon... Mert olyan lögdösődés van itt amúgy, hogy hihetetlen. Test a test elleni küzdelmek. Igen, itt van, hogy egymás bele is lehet testtel tolni a lézerben, most még annyian vannak a pályán. És még senki nem esett ki az. Mindig senki nem esett ki. Vence 31 előre elég stabilan csinálja. Gyerünk! Jaj, Istenem! És Lencse is leugrik! Még valaki belemegy a lézerbe, Petó, Ádám és Bennett próbálnak! Petó és Ádám maradtak ketten! Tud-e vajon Petó duplázni, srácok? Nézzük meg, hogy Ádám vagy Petó fog elrontani, mert most már nagyon jönnek a lézerek. Nagyon izgalmas pillanatok, váratok. Petó és Ádám ketten nagyon-nagyon jól ugrálnak, és nagyon-nagyon kevésen fog múlni, biztos vagyok benne a vége. Főleg, hogy speciális emót sincsen, és Petó még egyszer behúzza. Hihetetlen mekkorát ment a pali. Második offerét is kiválasztott a Petó, az pedig ez a Mr. Beast 2600 gem és 175 bucks lesz, amit ugye Vence 30 is választott. Úgyhogy gratulálunk még egyszer minden nyertesnek, ha szeretnétek még hasonló videókat látni, akkor mindenképp csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, illetve további hasonló tartalmakat megtaláltok a képernyőn, kattintsatok ide, és nézzetek még több stumble gázos tartalmat, ha szeretnétek. Vamos!